kívánja ezen sebek, kinek szíve nem keserek, hogy tégedet a jó Isten sok számos évig éltessen. Néhány szót szeretnék önnel váltani a tanárúrról. Először azt szeretném megkérdezni, hogy milyen hatással volt a tanár, és hogy ismerkedtek meg egyébként? Hát úgy, hogy olvastuk egymás könyveit, tanulmányait, és akkor rádöbbentünk arra, hogy barátok vagyunk, és testvérek, és hogy tiszteljük egymást, szeretjük, és hát összetartunk. Esetleg egy kedves történetet meg tudna osztani velünk tanár úrral kapcsolatosan? Én kerestem. Az úgynevezett, így hívja a szakorban, a lázadó történészetet. És akkor több azokat tekintik lázadó történésznek, akik nem tisztelik a tagukat, a kötelező elvárásokat, csak azért is, hogy az igazat mondják. És akkor én olvasom Bakaékor, beszélgetek vele, és mondom neki, hát én megtaláltam. Te egy lázadó történész vagy. Soha nem fogod megkapni a legnagyobb kitüntetéseket, de a lelked az örökké valóságba jut, és mindannyian tisztelni fogunk, és szeretnénk. Esetleg egy olyan gondolatot a tanár úrtól ki tudná emelni, amiben úgy látja, hogy hozzájárul a tanár úr a Magyarország fellelkedéséhez a jövőben? Hát egyet nehéz, ez lett könnyebb. Ha fontos az, hogy ő a magyar őstörténettől kiemeli mindazt, ami nagyon fontos számunkra, amire jövőt lehet építeni. És ami számomra még nagyon fontos, ugyanis az, hogy a hun világot tanulmányozva, Bakai Kornél volt az, aki legtisztábban, legszebben és legtudományosabban fejti ki azt, ami nagyon fontos számunkra. És mostanában ugye sokszor szóba kerül azt, hogy Magyarország mélyponton van, és hogy innentől kezdve már csak jobb lehet a világ. Ön erről mit gondol? Esetleg lenne valami saját gondolat, hogy mi az, ami által előbbre juthatunk, és hamarabb eljuthatunk ebből a mélypontból? Hát én derülátor vagyok, és abból indulok, hogy nagyon szomorúan indulok, hogy egy nagy kihívással néz szembe az egész kereszténység. Az európai keresztény nemzetek nemzethalál rémével néznek szembe, és a lelkiismereti gondolkodóink már rájöttek arra, hogy egyetlen megoldásuk van, csak akkor tudnak méltóképpen választ adni erre a nagy kihívásra, hogyha visszafordulnak az értető hagyományokhoz, a szent hagyományokhoz, és nem találják az utat. És akármilyen különös számunkra, ilyenkor elhangzik az a kérdés, hogy lehet kik azok, akik könnyebben megtalálják a saját őstörténetük felé az utat. És ilyenkor elhangzik az, hogy hát a magyarok. És elhangzik az is, akármennyire különös számunkra, hogy vigyázó szemetek a Kárpát-medencére vessétek, mert ott búvópatakként jelen vannak azok a hagyományok, amelyek, hogyha feltörnek, mindannyiunk számára hatalmas kincs. És ezért azt mondhatjuk, és itt Bakai Kornél nevét még egyszer említeném, ha méltóképpen meg tudjuk becsülni a hagyományunkat, úgy, hogy Bakai Kornélnek becsülünk, vagy az ő segítségével meg tudjuk becsülni, akkor megmenthetjük önmagunkat és az egész kereszténységet. Köszönöm szépen! Köszönöm!